Na, meg is van a körvonal, amit elkezdünk szépen körbepöttyözni. Miután az egészet körbepöttyöztük, adunk neki egy kitöltő szint, és a page down-nal lemegyünk a körvonal alá. Persze arra odafigyelünk, hogy melyik körvonal alá megyünk, és melyik körvonal felé, például a macit el akarjuk takarni a hajszínnel, de a haj körvonalakat meg nem akarjuk eltakarni vele. És ezt ismételjük újra, és újra, és újra. Külön a bőrszínnél, külön a hajszínnél, külön a ruhaszínnél, külön mindennél. Most te teljesen jogosan mondhatod azt, hogy hát te hülye. Miért nem rajzod egyszer körbe a körvonalat, azt neki egy ilyen kitöltő szint, és akkor készen vagy. Ami igaz, csak ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy a precízen 1 px széles körvonal az nagyon GPS rajzot eredményez. A másik meg, hogyha megpróbálok árnyékolni, akkor az árnyékot nem tudom berakni a körvonal alá, viszont a szín fölé. És ez így eléggé hülyén néz ki. Itt most hiába nyomok rá, hogy page down, a haja mögé be tudom rejteni, az tök jó, viszont az arcánál meg ott az árnyék az bele fog lógni a körvonalba, és az ott eléggé csúnya. Másik megoldás az lenne, hogyha kitölteném ott alulról a negyedik ikonnal az egészet, ami nem rossz, csak az a baj, hogy ez a funkciója nem jól működik az Inkscape-nek. Adok neki egy kitöltő szint, szuper, készen vagyok, aha, csak hogyha rázoomolsz, akkor látod, hogy a körvonal és a kitöltés közt ott hagy egy üres helyet. Mi nem rakod rendesen oda? A kettő közti fehér csík az végülis annyira nem látványos, de ha alaposabban megnézel egy kész rajzot, akkor az fel fog tűnni. Úgyhogy vissza a színezéshez. És hogyha befejeztem a színezést, akkor a harmadik részre tartogatom, amikor a kiszínezett képet kiszínezzük. Na, az a része már izgalmasabb lesz a dolognak, és akkor fogja elnyerni a végső formáját a rajz.